rendes felszólalásra Dócs Dávid képviselő úr kér szót a Mi Hazánk képviselő csoportjából. Parancsoljon. Elnök úr, köszönöm szépen a szót, a segítséget is, mert Beethoven összes szimfóniát lejátszotta már itt a gombokkal. Szóval arra szeretnék kitérni, hogy ezek a vendégmunkások, hogy mennyi ideig maradhatnak, és hogy ebből milyen előnyünk származik. Ezt talán annak függvényében kell megvizsgálni, hogy teljesen feleslegesen vitázunk itt a vendégmunkás törvény kapcsán, hogyha egy rendelettel önök ezt keresztül húzzák, és gyakorlatilag bármi elfér alapon, a kibicnek semmi sem drága alapon, bármit rendeletbe foglalnak és hoznak be. Én azt gondolom, hogy a veszélyeit talán azzal lehetne leginkább érzékeltetni ennek a témának, hogy nézzük meg Budapestnek azokat a kerületeit, ahol most már minden ötödik ember az külföldi állampolgár. Tehát értelemszerűen a város méretéből adódóan először itt csapódtak le az idegen országokból érkezők. Lehet látni, vannak olyan kerületek, ahol magyar szóval már csak nagyon elvétve és hébe-hóba lehet találkozni, és hogyha elmegyünk azokba a vidéki városokba, ahol egyébként ezek a vendégmunkások koncentrálódnak, akkor ott is hasonló a helyzet. Most hagyd ne soroljam fel, van sajnos épp elég az országba, de azt gondolom, hogy az ott élő magyar embereket, hogyha megkérdeznénk, akkor egyöntetően egyetértenek abba, hogy számukra ez nem megfelelő ez a közeg. Ők nem azért telepedtek esetleg egy vidéki kis településről egy nagyobb városba, hogy ezt kelljen elszenvedniük. Arról már nem is beszélve, hogy a közbiztonságra gyakorolt negatív hatása után ez a folyamat, ez mondjuk azt is eredményezi, hogy elértéktelenednek a magyar állampolgárok ingatlanjai, tehát ergo egy élet munkája megy kárba és semmibe. Mi azt gondoljuk, hogy sem az önök bizniszéből ide telepedett letelepedési kötvényekkel érkezőkből, sem a déli határt ostromló migránsokból, sem pedig az önök által a külföldi multiknak kedvezve idehívott vendégmunkásokból nem kérünk. Nagyon egyszerű oknál fogva, mert Magyarország a magyaroké. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen, képviselő úr.